Újabb túlélőket találtak a romok alatt Törökországban 9 nappal a földrengések után. Hivatalosan már leálltak a mentések, már a romok eltakarítását végzik, így valóságos csoda, ha élve megtalálnak valakit. A szakemberek közben már a járványveszélyre figyelmeztetnek, Szíriában továbbra is akadozik a segítségnyújtás. A túlélőknek alig van hely az ideiglenes táborokban. A múlt hétfői földrengésnek a hivatalos adatok szerint több mint 41 ezer halálos áldozata van Törökországban és Szíriában. Drámai pillanatok. A felvételeken az látszik, ahogy egy 77 éves férfit élve emelnek ki egy rendkívül szűk résen át, 212 órával a tragédia után. Bár az Adi Ammanban dolgozó mentőcsapatok hivatalosan már befejezték a mentést és megkezdték az összedőlt épületek bontását, kedden újabb 9 túlélőt találtak a törmelékek között. Az utóbbi napokban egyre több mentőcsapat hagyta el Törökországot, az önkéntesek pedig már a túlélők gondozására koncentrálnak. Együtt dolgozunk a török orvosokkal, mind ugyanúgy fogadjuk a betegeket, de túl vagyunk terhelve, nagyon sok trauma ért minket, és ki vagyunk téve a fertőző betegségeknek, mondta az egyik önkéntes. Törökország katasztrófa sújtotta területein több betegség terjed a túlélők között, szakértők szerint ez a fertőzött víz miatt lehet. A február 6-ai szerencsétlenség óta kedden ült össze először a török kormány. Az ülés végén bejelentették, március elején már hozzá is látnak 30 ezer épület felépítéséhez. Erre a célra eddig mintegy 155 milliárd forintnyi adományt gyűjtöttek össze. Döntés született a károsultaknak járó jóvátételről is. Az áldozatok hozzátartozói első körben csaknem 2 millió forintnak megfelelő összeget kapnak. Szíriában a szakértők szerint legalább 5 millióan válhattak hajléktalanná a földrengések miatt, az ideiglenes táborokban pedig már alig van férőhely. Sürgősen szükségünk van sátrakra, mi felnőttek átvészeljük a hideget, most bárhol képesek vagyunk elaludni, de azok a nők és gyerekek, akiket a törmelék alól húztunk ki, ők is mind kinn alszanak, miközben tiszta seb a bőrük. Épp most vittem kórházba a gyermekeimet, az egész testük tiszta kék, mesélte egy túlélő. Az ENSZ képviselői közben bejelentették, készek tárgyalni az Aszad kormánnyal, és a következő 3 hónapban 140 milliárd forint értékű humanitárius segéllyel támogatnák Szíriát. Minden korlátozást meg kell szüntetni a segélyszállítmányok előtt. Miközben beszélünk, egy 11 teherautóból álló konvoj várakozik a határon, és sok másik szintén úton van, nyilatkozta az ENSZ főtitkára. Bár egyre több ország küld humanitárius segítséget Damaszkuszba, az országon belül továbbra is akadozik az ellátás. Amellett, hogy kulcsfontosságú utak semmisültek meg, az iszlamista erők gyakorta feltartóztatják a segélyszállító konvojokat.